hangos zenekar, rockkoncertek, de egy hűsítő limonáde is kijárt annak, aki tavaly ellátogatott az első híd piknikre. Szeles Szabolcs alpolgármester és a polgármesteri főbiztos ötlete alapján kelt életre a rendezvény a Sziget városrészt Pinnyéddel összekötő hídlábánál. Az esemény akkora népszerűségnek örvend, hogy idén augusztus 20-án is megrendezik. A helyszín ez egy pár perc a belvártól lévő helyszín, egy parkoló, és mögötte a csodálatos régi Pinnyédi híd, egy csodálatos ipartörténeti emlékmű, és a Holtrápszat Olkata, ami egy nagyon szép romantikus hátteret ad az egész környezetnek. És ugyanra számíthatunk szerintem, mint tavaly, legalábbis szeretnénk. Persze a programok, a fellépők, az események azok valamelyest változtak, de az egész napnak, az egész rendezvénynek a hangulata, a milliója, az attitűdje, amit szeretnénk, hogy egy ilyen családias, beszélgetős, piknikelős, ilyen polgárias, hangulatú esemény legyen. Ezt szeretnénk, tavaly sikerült, úgy érezzük ezt a légkört megidézni, úgyhogy ezzel szeretnénk folytatni. Várunk mindenkit augusztus 20-án, nagyon sok szervező embernek a munkája van ebben, és a szíve, lelke, úgyhogy reméljük, hogy ez majd 20-án érezhető lesz. Tavaly is számos fellépő szórakoztatta a tömeget, emellett akkor is lehetett kajakozni, kenúzni és még szapozni is. Ez az idén sem lesz másképp. A Rápca Néptánc Együttes mellett pedig több előadó is szórakoztatja majd az érdeklődőket. Baranya István, hegedűművész, prímás és cigányzenekara, és nem maradhat el a szokásos kenyéráldás sem, a Pedro Pékség által felajánlott kenyereket dr. Lukácsi Zoltán kanonok plébános úr áldja meg, valamint magyaros hangulatot teremt a Gönczi Betyárok műsora népszokások felelevenítésével. Az est fénypontját pedig az ismerős arcok zenekarkoncertje jelenti majd. Ezen kívül még interaktív mesejáték, egésznapos hídtörténeti kiállítás, víziprogram, játszóházi foglalkozás várja az érdeklődőket, valamint nem maradhat el majd a légtornász és a sportos bemutató sem. Két különleges esemény is megvalósul, az egyik az első Hobby Horse, vagyis a vesszőparipa verseny, és hangfürdő a Rápcán, Vértes Kornél és Vértes Marcell különleges hanghatású zenéje. Az idei hídpiknik sajtótájékoztatóján arról is szó esett, hogy egy különleges kiállítás meséli majd el a látogatóknak a híd történetét. Amellett, hogy a híd ugye mindenféle komoly szimbólumot jelent, hiszen hídon jó randevúzni, és hídon legalábbis, ha nem túl forgalmas, és nem autóúton vezet ez a híd. Illetve híd, ami egy ilyen találkozási pont, ami két részt köt össze, itt például Pinnyed sziget összekötője. Szóval érzelmileg is nagyon sokat jelent, nagyon sokan elmondták a tavalyi évben azt, hogy gyermekkori élmény, ide jártak kis Tikába cigizni, itt randevúztak, mennyit sétáltak itt, érződik, hogy a terület lakosságának ez a szívében nagyon közel áll, és hát azáltal, hogy tavaly ezzel a rendezvényen figyelmet kapott, város jóvoltából megszépült, megújult ez a híd, ismét egy új funkciója az a közösségfejlesztés, amit egyébként az a TOP 692-es program is képvisel, amellyel jelen vagyunk a rendezvényben. Augusztus 20-án szombaton tehát mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők az ingyenes egésznapos családi kikapcsolódásra. A kosarakat és a plédeket se hagyják otthon, ha ez mégis megtörténne, a helyszínen is kaphatnak belőlük. Emellett a finom falatok és a jó hangulat is garantált.